Szevasztok gyerekek! Elindult a téli felvírtől. Ja. No. Hát. Most már lehet mondani, hogy Windows 11-en van. Mutatom is, itt is van. Hoppálé. Itt a Windows 11. Azt nézzétek gyerekek. Windows 11. Már nagyjából felraktam mindent. Frissítettem a Windows 11-et. Ja. Ez a gép. Itt is vagyunk. Ott vanni. Még annyi, hogy... frissít, na, a labot akarom megvenni, a 32 giga labot. Ja. 32 giga labot akarom megvenni. Én akkor is ezt mindenféleképpen akarom. Majd Faterral megbeszéltük, hogy akkor majd előre ad pénzt, és akkor a nénapomra, a születésnapomra, és akkor, ja. És akkor majd úgy meg lesz a 32 gigaram, amit kiraktam a közösségbe, és írta is az egyik néző, hogy jó választás. Hát igen, mondta is bátyám is, hogy igen, hát az a memóriaram, az már egy szinten lesz a mostani géppel, amik vannak benne alkatrészek. Mert ez a memóriaram is jó, ami benne van, ugye, ott a leírásban, de viszont az a baj azzal, hogy nem vannak egy szinten, ahogy mondta bátyám, és nincsenek egy szinten az új géppel, az alkatrészekkel, videokártyás, a processzor, alaplap, ja, stb. Úgyhogy, és az a újfajta memóriám, mert ami nekem van, valami, mit tudom én, hány megahertzes, vagy mit kell, hogy kell ezt mondani, már mondta ezt bátyám, és amit ugye kilaktam, az meg... Ja, az meg izé, hát jóval nagyobb, meg a helyez, hogy mit, hogy kell már ezeket mondani. Így vannak beállítva. Hát igen, nyilván teljesen full grafikán sajnos akkor sem megy, mint ahogy vártam. De akkor is legalább így van beállítva. Így van beállítva, epic. Igen. Így vannak beállítva, na, egyből felismerte a DirectX 12-t, nem is kellett beállítani. Ja, egyből felismerte. Hát a Cségó 2-nél meg, mondta bátyám, ezt állítsam be, ez a Nvidia DLS. Hát igen, ez se volt az én már régi kártyámon. Meg ezen van most beállítva. Mert ha ezen volt beállítva, de a coolist, akkor kicsit a lejjebb ment az FPS. Ja, hát igen, ezt felvittük epicre, ezt a kettőt, epicre. De már akkor volt, vagy 40 FPS. Hát igen, azért mondom, teljesen fulla, nem tudtuk menni mindent. Még amúgy azt akartam, hogy minden teljesen fullról, azt hittem, ha minden teljesen fullról lesz, akkor hát jó, gondolom, benne játszik azt, hogy 2K monitor is. Gondolom, hogy 2K monitor is van benne, az akkor persze, hogy mondjam, az is úgymond leviszi. Hát, ja, úgy ugye ezt el kell fogadni, hogy ha már 2K monitorom van, akkor ez azért nem úgy működik. Jó, nyilván mondták, és mondtátok is egy-kettő, hogy ha 16 gigás lett volna megvéve, akkor, ja. És akkor itt az FPS, így megy, hát. De semmi akarás nincs, nem vettem észre, így már fullon van, sokkal akkor is jobban megért ez a kártya, mint ami van régi. Semmi akarás. Ja, semmi akarás. Már megy, jó, sokkal jobb így akkor is. Semmi akarás. Sokkal jobb így játszani. Mondom, volt vagy, hú, nem is tudom mennyi kélem volt. Több mint 16 kélem volt.
C2-be viszont ott meg volt az FPS-em, mennyi is volt, 150-180, volt, hogy 200 FPS-em is volt. Ja, C2-ba, ilyen meg is mutatjuk. Hát jó videóban úgy se úgy adja ki a dolgokat, meg főleg, hogy telefonról veszem fel. Mert még a sima OBS-sel venném fel, akkor azt mondanám, oké. Hát még annyit kell, hogy a Windows 11-et majd aktiválnom kell. Tehát jelenleg no pénz. Kifogytam. Majd esetleg majd, ha lesz támogatás, majd közeljövőben, majd akkor esetleg abból. Mert van egy óta, ahol 3000 forintért lehet venni a Windows 11 aktiválás Pro kulcsot. És onnan vettem a Windows 10 kulcsot is amúgy. És megbízható tényleg. 15 perc alatt nagyjából megjött e-mailen a kulcs. Úgyhogy magyar is az oldal, ahol vettem a Windows 10 kulcsot a másik gépen. Úgyhogy még ezt kell. Ha majd véletlenül lesz majd több gatus. Becskeresés. Ja, hát ez nem is az. Hát ez a vattos. Jó, van, amit régen. Hát ez nem is az volt a Cségó. Hát igen, azért akarom a... Na. Fiókváltás. Hát, ja, van itt fiók. Hát jó, csak kettő van. Igen, mert a másikat azt... véletlenül illi vatszolták. Hát igen. Nyilván úgy is tudjátok, hogy mi. Na. Illi vatsz. Na ez lesz a jó. Nem, nem hoztam olyat a Windows 11-es design, meg mit tudom én, menü. Szokatlan, az elején majdnem azt mondtam, hogy na jó, én visszalakom. Én mondom, vissza fogom lakni. Nyugi, csak versenygő eltítás van két napra, mert mit tudom én, mert nem ment annyira jó játékos akkor. Hát, ja, és akkor ugye kicskeltek meg, mit tudom én az. Ez csak versenygő eltítás. Viszont itt teljesen mindent fullra raktam. Itt teljesen még azt a szinkronizálást is fullra raktam, mert ez már úgy is tudja. És akkor itt van a... ennyi vagyunk fent. Ott az FPS. Már jöttök, beírom, hogy... én ezt nem szeretem, ezt a kicsi FPS, ezt a nagyot. A FPS. Na, így jobb, én ezt szeretem, csak igen, ez teljesen elfoglalja a képernyőt, ez a nagy. Nem tudom, hogy lehetne ez kicsit. Kilépek ebből a Cségóból most. Úgyhogy olyan jó szép hang, amikor játszok. Hát a GTX 1070-em olyan hangos volt mindig, amikor már játszottam. Már megszoktam, nem az, de akkor is olyan hangos volt. Már zavart néha-néha. Ja. Úgyhogy, ahogy mondom, már csak a memóriám hiányzik, és akkor tényleg teljesen új lesz a gép, hogy ez már, ez is már gamer PC lesz. Ja. Mondta Uncsim is, meg ugye írták is egy-kettő páran, hogy nem fogod megbánni, hogy eladtad a PlayStation-et, a 2-5 miatt, hát mondom, nem, mert hát amúgy se nekem a konzolok, akkor se jönnek be. Tudom, hogy már múltkor írta valaki, hogy titkokon írták viszont azt, hogy be lehet a PlayStation 5-öt ugye rá lehet kötni a egér meg a B1-re, monitor a gépre. Hogyha annyira zavar a joystick. Ja. Tudom, hogy ezt is lehetne, meg mindent, de nem tudom én akkor sem. Nem tudom én, a gamer PC-t szeretem, az a kényelmesebb. Mert akkor ott lehet mindent állítani, ugye. Közben lehet nyilván böngészne ő, meg mit tudom én, na érjétek. A PlayStation-en meg nem olyan.
konzolon akkor sem olyan. Ja. Tick, miért a minőség? Kicsit olyan izé is volt, mert állítottam egy-kettőn a kamerabeállításokon, de úgy látszik, hogy ez nem jó. Vissza kell rakni az alapra. Olyan kicsit furcsa volt itt, ott a falevil. Ja, no. Hát, nagyjából bemutattam mindent. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, meg megnéztétek, hogy szuper áll. Hát, megmutattam, hogy izé, tölt be. Wow. Vagy mármint, hogy hát igen, hogy tölt be. Ja. Ja, csak ezt a PIN kódos, nem tudom, hogy lehet kikapcsolni, már múltkor egyszer már régebben láttam videót, csak már nem tudom, hol találtam YouTube-on azt a videót. Hogy ezt a PIN kódot, hogy lehetne kikapcsolni. Windows 11, amikor itt bejelentkezünk, nyilván tudjátok, mert akinek van Windows 11, azt tudja. Ja, nem kicsit zavar, hogy mindig bekerén ezt a PIN kódot. De azért mondom, ha meg lesz a 32 gigás RAM, mert volna még gyorsabb lesz. Még gyorsabb tölt be minden. Ja. Ezt a PIN kód. Da. Várja, hogy mutassam. Ennyi. Ezt a PIN kódot nem tudom, hogy lehetne kikapcsolni. Nem rossz a Windows. Írta valaki múltkor Discordot, vagyis tennap, hogy valakinek például nem jó a Windows 11, mert nem tudom, mit csinált már vele. De nem érhetően nekem jó lesz. Ja, azért mondom, már csak aktiválni kell, az minden tökéletes lesz. Mutassam, hogy még hol láttam ezt a kulcsot, oldalt. Sponzoláljuk által támogatott oldalt. Sponzoláljuk az oldalt. Na, itt aktiváltam is, tényleg ez már bízható. Hát igen, 3500 forint lenne, valamint 264 bit. Hát ja, mert a Windows 10 az hiszem ennyi is volt. Itt az oldal neve, itt aktiváltam is, tényleg már bízható volt. Megkaptam minden, úgyhogy ez volt az oldal. Magyar is minden, tök jó. Nem angol, még angol is lenne, hát nem baj, mert úgyis értek már nagyjából, vagyis alapdolgokat. Na mindegy, úgyhogy, ja, Windows 10 Pro az 2100, ha jól látom, ja. Azért én mondom, hogy még ezt akarom majd megvenni, és akkor azt, ja, hát ha meg nem, akkor nem lesz aktiválva. Mert most én már nem akarom ilyen aktiválós programokkal aktiválni ezt a Windows 11-et. Még a Windows 10-et is most már ugye nem akarom, hogy nehogy feltörjék bármivel a dolgokat. Értitek? Most már mindent szépen úgy akarom csinálni, ahogy... Na hát, értitek? No, legyen baj! Na. Hát most nem megyünk cigizni, csak gondoltam ezeket, megmutatom, hogy milyen, hogy szuperám. Hát kicsit nehézkes volt, mármint nem az, hogy nehézkes volt bátyámnak, hanem mert ment minden a, hogy mondjam, összelakás, csak a végén már nem kapcsolt be a gép, vagyis bekapcsolt a gép, csak villogott. Mondom, megijedtünk, hogy mi lehet, pedig minden jó volt, ugye kapott államot, minden. Ez a végén csak annyi volt a baj, hogy a memória RAM nem volt jó bedugva. Fordítva volt. Hát észrevettük is, hogy nem kattogott. Mert ugye amikor belaktuk amikor rájöttünk, hogy mi lehet a baj, hát persze, mert nem kattogott, amikor behelyezte bátyám a memória RAM-ot. Mert úgy megijedtünk, hogy miért? Mi az, hogy nem bekapcsol, meg minden a gép, de világított. Tehát az izé, gépen a zöld. De mondom, épp, hogy belement a Windows, vagy Windows, már Windows-on járod összem, hogy aktiválni akarom. Hogy, na, mit akartam mondani?
a videokártya épp belement az alaplaphoz, épp hogy belement. Mondta is bátyám. Ahhoz, hogy tényleg, amikor írták, ugye mondtam bátyának, hogy írták egy-kettő, hogy jaj, miért nem RTX 470-et, meg mit tudom én. Hát pont azért, mert tudta bátyám, hogy nem biztos, hogy még ez is belefér. Nem biztos, de talán még ez belefér a 460. Ja, és tényleg pont belefér. Mondta is, hogy kicsit meg is ijedtem, akkor mondta, hogy hát ki kell, nem biztos, hogy belefér. De szerencsém volt, épp hogy belement, úgyhogy azért mondom, pedig úgymond nagynak tűnik ez a gépház, de mégis akkor se, ja. Tudom, hogy amit már mondtam, hogy lehetne venni nagyobb gépházat is, nem muszáj olyan drágán, ugye? De hát mondtam, hogy nem fér vele ide. Ja, nem fér az asztalhoz a gépház. Ez is épp úgy mondom, épp hogy belefér. Nagy nehezen mindig belehúzok bátyám a gépházat. Úgyhogy ez a helyzet gyerekik. Nagyjából mindent elmondtam, remélem. Úgyhogy megvan az elem. Most már így normális akadásmentesen tudok Fortnite-ozni, meg hát a Cséko az amúgy is ment akadásmentesen, azzal nem volt baj. Csak ugye a Fortnite-tal volt baj. Kíváncsi leszek majd a GTA 6 is vagy. Hát ezzel a kártyával akkor is biztos fog menni. Ha még ha nem is útrán, de remélhetőleg csak majd. Tudom, hogy most jaj, miért beszélek ilyeneket elől, amikor még 3-4 év mire talán lesz PC-re valami információ, hogy képigény, meg mit tudom én ilyenek. Tudom jó, hogy mire még lesz, hogy én még hova beszélek erről a GTA, hogy miért, attól még lehet erről beszélni, most megtiltották, hogy de beszéljék erről, hogy hogy fog vajon menni. De hogy nem lehet, lesz lehet tervezni. Így mármint lehet ja, tervezni, hogy vajon, hogy fog szuperálni ezzel a kártyával, vagy stb. De biztos, hogy jó lesz ez már, mert oké, ami volt régi kártyám, GTX 70, GTX 70, azzal biztos, hogy nem ment volna a GTA 6. De ezzel már egy jóval sok fog menni, na, akkor is hát. Én akkor sem bántam még a PlayStation 5-öt, mert nekem akkor se jött be ez a konzolos dolog, én többet nem fogok konzolt venni. Én befejeztem ezt a konzolt, úgyhogy én nem fogok több konzolokat venni. Nekem elég volt, mert azért mondom, gyerekek, nekem elég volt ez a konzolos dolog, mert fú, én nem, nekem akkor se jön be. Na, főleg az, amit már ugye mondtam, nem tudom, hogy mondtam, hogy az a PS Store olyan drága már eddig, 18 ezer forint volt egy évele, hogy még már 26 ezer, vagy mennyi egy évele, ez a PS Store, vagy hogy kell e kiejteni. Azért megyünk már, azért, hogy tudjál online játszani. Azért már, na, mindennek van határa. PC-n igen van, hát jó, nem igen, mert a internetet fizetni kell, de hát a diginet nem is olyan sok. Azt hiszem, ha mit mondtak, hát elég ilyen 6000 forint havonta, vagy már 8000, nem tudom. Hát azért, menjenek már ezzel a PlayStation, izé, előtetik mindent, hogy meg kell venni. Ja, tudom, jön, jön, de az, hogy ha biztosan mondaná i2 valaki, hogy hát te menjél dolgozni, és akkor meg tudod venni. Ja, majd biztos arra fogom költeni a keresett pénzemet, ilyen hülyeségre, hogy tudjak netezni, vagy multizni. Biztos, hogy akkor sem nem. Nincs az, hogy én most a keresett pénzemet arra költsem. Jó, Isten, 26 ezer forint csak azért, hogy online. Hát most szerintem akkor is egyetértetek velem. Ilyen drágán. Ja. Úgyhogy szerintem ez annyira felbaszott akkor, amikor... Ja, csak ez, amikor ezt meghallottam, hogy emelik. Hát mondom, emelik, ember, hát még így is drága. Hát mondom. Na jó van, innen ment nekem annól, hogy akkor jó van. Eladjuk. Most már. Azt csá. Jó kis Windows 11. Jó. No. Hát nem tudom, hogy a memória, nem mondom, mikor lesz megvéve. Hát, majd egy-két hét múlva az is meg lesz. Ja.
De tényleg a visszatérve, hogy amiatt nem indult el, vagyis hogy elindult a gép, csak úgy megijedtünk, mondom, pedig hát mondta is a uncsim is, átjött, csak átjött meg minden délután, tegnap megnézte, és minden jól ment, minden, az jó összerakott bátyának, mondom, ért hozzá, csak annyi, hogy már régen csinálta, meg ugye uncsimmal lakták össze eddig, meg minden, de attól függetlenül ért hozzá, meg minden. És mondta is uncsim neki, hogy hát pedig mindent jól összeraktál, és mégis bekapcsolt, mondom, csak villogott az zöld el a gép, és nem volt semmi, nem jött elő BIOS, semmi sem, úgy megijedtünk. De utána kiderült, mondom, hogy a memóriám nem volt jó, bedugva, fordító volt, vagy mi. Na jó, hát azért mondom, hogy ennyi nagyjából. Jó, majd a leírásban, hogy javítanom kell a dolgokat. Hogy a gépen, hogy sok, ami van a leírásban, milyen gépen van, tudjátok. Azt majd még javítani kell, hogy az újat, újakat kell beírni. Csak még a proci hűtő, nem tudom, hogy mi a neve teljesen, mert oké, a videóban benne van, de majd elkérem bátyámtól, hogy a proci nevét, vagyis a proci hűtő nevét, na nem a proci, hanem procinak a hűtőjét. Ja, mert ugye azt nem tudom, hogy az pontosan milyen hűtő vett bátyám. Mondom, a videóban ott van. Tudom, csak úgy egyszerű beírni a foci hűtőnek a nevét, ha értitek. De aki esetleg tudja, könnyen meg tudja szerezni a foci hűtőnek a nevét, ami van nekem ugye a videóból, akkor leírhatja nyugodtan, mert most bátyám az a baj. Nem tudom megkérdezni, mert májszik. Hát igen, ennek örömei nem áll. Ja, végre sikerült. Úgyhogy ennyi. Na jó van. Tényleg mindent elmondtam. Ezt is majd konvertálni kell a CapTub programmal, alkalmazással konvertálom le, de nem videót is, akkor azt feltöltöm nektek is, akkor ennyi. Azt majd jövök, amikor jövök. Jó, lehet, hogy tudtam volna menni cigizni, mert amúgy elmentek fatalék. Ja, hát hogy hova most nem vásárolni, most erről nem beszélek inkább, hogy mi a helyzet, mert mi mondom, mindenről nem szabad beszélni, pedig már egy pár szó volt szemben, hogy mondjam ezt videóba, de most minden magánéletet nem szabad. Akkor se, Hotel is mondta, hogy minek mindent nem szabad akkor se, még ha nem is olyan dolog, de akkor se. Jó, hát azt hát ugye megtudták, amit megtudtak, hogy sajnos, amit ugye nem akartam, tehát ez van. De azt meg úgy se tudják, mert arról nem szabad beszélni. Pedig szívesen elmondanám, hogy mi történt, mert meg lehet, hogy lenne olyan is, aki tudna segíteni. De mindegy. Hát, van. Csak olyanok tudják, akikkel nap, mint a beszélek. Ja. Mármint, hogy Bogi, stb. No, jó van, elköszönök, élvezem tovább a képezést, és ha véletlen lenne, aki akar még erre támogatás a Windows 11-re, hogy aktiváljam, akkor nagyon szépen köszönöm. Ha nem előtetem, mindenki el tudja dönteni úgyis. Úgyhogy ennyi. Jók legyetek. Sziasztok. Pizje pikke. Wow.